Bombaként robbant a hír a hét elején, hogy a bajai önkormányzat a tavalyi 100 millió forint körüli összeg helyett a szűkös költségvetésre hivatkozva 40 millióban jelölte meg a helyi sportegyesületeknek tervezett éves támogatás nagyságát. Ennek a legnagyobb vesztese a BLS-e és a bajai NKK lehet, ugyanis a focisták és a női kosarasok a tavalyi 35-35 millió helyett ennek csak a töredékét kapnák, így veszélybe kerülhet mindkét csapat bajnoki szereplése. A BLS-nél már kongatják a vészharangot, és a jövő szombati Újpest elleni kupamérkőzés lemondását helyezték kilátásba. A többi egyesület egyelőre nem állt a nyilvánosság elé. Információink szerint szerdán délután gyűlést rendeztek a Petőfi-szigeti Evezős edzőközpontban, melyen minden bajai sportegyesület képviselte magát, és közösen egy határozatot hoztak, melyben az áll, hogy a város nehéz anyagi helyzetét figyelembe véve 30%-kal kevesebb támogatással is beéri 2012-ben, ami körülbelül 70 millió forintot jelentene. Ezek után a sportegyesületek képviselőinek ötfős csoportja péntek kora délután Zsigó Róbert irodájában járt. A közel egy órás F-mecserén közeledtek az álláspontok, ettől függetlenül a polgármester későbbre ígért tájékoztatást, mivel konkrétumok nem születtek az ügyben. A sporttámogatás nagyságáról a március 1-i testületi ülésen döntenek a képviselők.